Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. A hétvégén elkezdődik a 2018-2019-es szezon a magyar élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Alig egy héttel a világbajnokság befejezése után, tehát itthon is útjára indul a labda. A Vasas és a Balmazújváros kiesése után az MTK és az abszolút újonc Kisvárda csatlakozott a mezőnyhöz, és természetesen ott van a tavalyi 5. DVSC is. A Lokinál idén nyáron sem volt nagy jövésmenés, de lehet, hogy pont az állandóság a csapat sikerének a titka. Erről is beszélgetünk Herceg András vezetőedzővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát, világbajnokság, kezdjük ezzel talán. Ugye nyilván ön is szakmai szemmel végignézte. Voltak pozitív és voltak negatív hangok ezzel kapcsolatban. Ön mit mondana, mennyire lehetünk elégedettek, akár a színvonallal, akár a végeredményével ennek a világbajnokságnak? Általában itt is voltak nagyon jó mérkőzések, voltak olyan tárgyalók, amik nem voltak látványosak, de viszont edzői szemmel, taktikai szemmel nagyon sok érdekességet rejtett magába. Mindenki számára meglepő volt, hogy a nagy esélyes csapatok közül a Németország, Spanyolország és Brazília ugye elbúcsúzott, nem tudott a végküzdelmekbe részt venni, és nagyon szervezetten játszottak a kisebb csapatok is, akiket kisebb csapatoknak tartanak. Tehát én azt gondolom, hogy összességében egy nem volt ez rossz világbajnokság, azért voltak sok jó látványos mérkőzések. Összességében azzal, amit nyújtott Franciaország, megérdemelten győzött? Ugye pont velük kapcsolatban emlegették a taktikát a legtöbbet, hogy megtalálták a megfelelő taktikát. Nagyon racionálisan játszik a francia váltott, nagyon szervezett a védekezésük, és egységes csapat benyomását keltették, ráadásul minden csapatrészben vannak nekik egyéniségeik, és azt gondolom, hogy ez döntött javukra itt a VB döntőben is. A horvátoknak azért szurkolt a döntőben? Nagyon sok magyar szimpatizánsa volt a horvát csapatnak. Igen, én is a horvátoknak szurkoltam, és hát bosszus voltam az első két gólt követően, mert azt gondolom, hogy elég balszerencsések voltak, akár az öngól, illetve az a megadott büntető is. Onnan azért nehéz felállni, ezt már gondolom, hogy akár saját tapasztalatából is tudja, hogy így elkezdeni egy meccset, az nagyon nem egyszerű. Igen, a horvátok nagyon jól kezdtek, azt gondolom az első 15-20 percben ők irányították a játékot, viszont a három hosszabbításos találkozó miatt egy mérkőzése tulajdonképpen többet játszotta, mint a francia csapat, egy nappal kevesebb pihenője is volt, ezek ilyenkor azért mindig számítanak. Itt ugye megjelent azóta jó néhány cikk a horvátok sikerét elemezgetve, és több helyen azt is lehetett olvasni, hogy fel lehet zárkózni hozzájuk. Azért nem tudom, ha arról van szó, mit lehet tanulni tőlük, van-e követendő példa, tényleg egy szomszédos ország kevesebb lakossággal, mi az, ami miatt mondjuk mi nem tudunk ilyen szinten? Most én ebben nem akarnám boncolgatni, itt a Szőlősi Györgynek egy héttel ezelőtt volt egy publikációja a Nemzeti Sportban, és ő ott azért nagyon jól levezette, és egészen évtizedekig visszament, tehát nyilvánvaló azért mondom, hogy lehet ezt boncolgatni, most itt ebben nem mennék bele. Azért mondjuk, ha nem is a történelmi részt boncolgatjuk, azt el lehet mondani, hogy nyilván valamit tudnak az utánpótlás nevelésben is, hiszen nem akármilyen játékosokat neveltek ki, tehát ha más nem, egy minta lehet akár a horvát. Természetesen a horvátok minden sportágban kiválóak, tehát legyen az kosárda, vízilabda is, természetesen kézilabda, labdarúgás, tehát egy nagyon jó sportnemzet. Biztos, hogy nagyon jól csinálják az utánpótlás nevelést minden sportágban. Ugye látszik, hogy a labdarúgásban is, hiszen olyan játékosaik vannak, akik hát, nagy klubokban játszanak, és világklasszis játékosaik vannak. Tehát biztos, hogy van mit tanulni tőlük. Na és mit fogunk átültetni a Lokiba abból, amit látott a világbajnokságban? Ha csak mondjuk a franciák racionális játékából indulunk ki, valami hasonlót próbált azért a Debrecen is játszani tavaly. Természetesen minden csapat próbál szervezett egységes gárdaként pályára lépni. Mi is ugye tavaly azt gondolom azért több mérkőzésen a mi csapatunk is bizonyította, hogy szervezett játékra képes. Ugye nagyon sokáig a Ferencváros és a videót után mi voltunk, akik a legkevesebb gólt kapták, és négy csapatnak volt mindössze pozitív a gólkülönbsége, a harmadik legtöbb gólt rúgta a gárda, tehát azt gondolom, hogy erre lehet építeni, és azt gondolom, hogy a tavaly őszi szereplés az nagyszerűen sikerült, tavasszal több összetevő
ugye volt, hogy nem tudtuk ezt megismételni, de én azt gondolom, hogy így is a csapat azért bizonyította, hogy megállt a helyét, versenyben volt ott az utolsó fordulóban is még a harmadik helyét, tehát én azt gondolom, hogy összességében a tavalyi évben nem lehetett panasz. És lehet abban valami, amit a felvezetőben mondtam, hogy mondjuk mivel a csapatgerince megmaradt, egy összeszokott együttes a Debrecen, hogy akár erre lehet építeni, ez lehet egy támasz, amiből ki tud indulni majd ebben a szezonban? Erre kell is építeni, azt gondolom, hogy van egy nagyon jó mag, és úgy érzem, hogy azért most az igazolásokkal a nagyobb lett a csapaton belüli verseny a különböző pozíciókért, nagyobb variációs tetőségek vannak, és hát úgy érzem, hogy ez a csapat számára mindenképpen előnyére válik. Nyilván az fontos lenne, hogy azért a sérülések elkerüljenek bennünket, sajnos továbbra is folytatódik a pekszériánk, ugye, hiszen a Bényei Tabakovics és a Jovanovics műtét után van, a Ferenci Könyves, ők továbbra is maródjak, és épp ma reggel hívott a Valkerin, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő merhátya gyulladása van, tehát ezek az játékosok azért mindenképpen hiányoznak, meghatározó labdarúgók, és azt gondolom, hogy ők egészségesek lesznek, és azért az új labdarúgók is megfelelően beilleszkednek, és megszokják itt a csapatnak a játékát, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó gárdát lehet összehozni. Itt a rajt lesz akkor nehéz, hogyha csak abból indulunk ki, hogy felsorolt itt a rengeteg sérültet, ugyanakkor ez lehetőség lehet az újaknak. Ugye az új igazolásokról beszéljünk egy picit, ugye érkezett egy jobb oldali védő a Csikos személyében, Haris Attilát ismerjük Balmazújvárosból, Kálvente érdekes, hiszen kihagyott másfél évet, viszont előtte én úgy emlékszem, hogy Békés Csabán egy nagyon kellemes meglepetés volt, és visszatért a Szécsi Márk. Őket szerette volna, ezekbe a csapatrészekbe kellett igazolni, és mondjuk hol tartunk ebben a folyamatban? Nyilván, hogy az ember mindig ad le neveket, akiket szeretne igazolni, most van, akit sikerült, van, akit nem sikerült, volt, akivel a vezetés nem tudott megegyezni. A Cikos, ugye a Bényei sérülése miatt nagyon fontos volt, hogy egy szélsővédőt igazoljunk, és hogyha nagyon kell, akkor még esetleg a baloldali védő pozíciójába is megállja a helyét. Róla tudni kell, hogy egy rutinos játékos, fegyelmezett, megbízható labdarúgó. Én bízom benne, hogy ezt fogja is bizonyítani, és stabilak leszünk vele a védekezést illetően. A Haris Attila egy nagyon tehetséges labdarúgó, ugye az 21-es gárdának is alapembere, a védekezésben és a támadásban is egyaránt nagyon hasznosan tud szerepelni. A Kálvente lehet, hogy egy kicsit ismeretlen a szurkolók számára, de ő valóban, hogy ön is említette, hogy sokáig sérült volt, sokat kihagyott. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kreatív labdarúgó, váratlan megoldásokra képes, és hogyha utoléri magát kondicionálisan is, akkor azt gondolom, hogy ő is nagy hasznára tud lenni a csapatnak. Mi a helyzet Szécsi Márkkal, aki ugye kölcsönbe érkezik hozzánk? Én emlékszem rá, annak idején még utánpótlás játékosként felhívta rá a figyelmet, hogy egy nagyon tehetséges, ügyes labdarúgóról van szó. Lehet, hogy ha máshol nem tudott, nálunk ki tud majd teljesedni? Bízom benne, a Márk egy valóban egy nagyon tehetséges labdarúgó volt, minden korosztályos válogatottban kezdőjátékosként szerepelt, és mindig nagyon büszkék voltunk rá, hogy az iskolában is mindig példaértékűen kiemelték, egy nagyon jó magaviselet és egy nagyon jó tanuló játékos volt, és mindig emiatt büszkék is voltunk rá. Én azt gondolom, hogy ő is több poszton használható, ugye tud játszani az ég mögött, tud játszani a középpályán is, tehát én bízom benne, hogy az ő értékét is ki tudjuk majd használni. Ön milyen poszton számít rá elsősorban? Tehát mi lehet neki az ideális? Mert azért, ha megnézzük, felnőtt csapatban legalábbis nem nagyon tudott ő még kiteljesedni, tényleg kevés gólt szerzett, legutóbb kevés lehetőséget is kapott fel csúton. Nem tudom, esetleg más poszton kell használni, nyilván ön nagyon jól ismeri. Hát felcsúton 4-2-3-1-es felállási formában játszott a Puskás Akadémia, ott ő a két szélén, illetve az ég mögötti pozícióban szerepelt. Mi más formációban játszunk, de úgy érzem, hogy itt is megtaláljuk számára azt a pozíciót, ahol a leghasznosabb lesz a csapat számára. Beszéljünk a távozókról is, itt gondolom, hogy a Sós Bence azért csak hiányozni fog, hiszen őt is, ha jól emlékszem, konkrétan ön csábította vissza a Debrecenhez, aztán most mégis továbbált, nyilván olyan ajánlatot kapott, amit el kellett, hogy fogadjon. Elment a Mengoló, akinek voltak jó periódusai, ugye lehetett rá számítani, tényleg ő is változatosságot vitt, és ugye Tisza Tibor visszavonult, akár még lehet ő is hiányozhat.
A Sós Bence valóban egy olyan játékos, akit mindenki szeretett az öltözőbe, és azt gondolom az utóbbi időben különösen bizonyította a gólképességét is, hiszen ugye a honvédelmen is betalált, illetve gólpasszokat adott, tehát egy nagyon-nagyon tehetséges labdarúgó, viszont nyilván hívta a videóton az aktuális bajnokcsapat, ez nagyon nagy kívás volt a Bencének, és ezt úgy érezte, hogy ezt meg kell próbálni. Most azt gondolom, hogy akiben van ambíció, az mindenki döntött volna a helyébe. Egy nagyon vagány, aranyos sászát mindenki szerette, mindenki sajnálja, de most ebben a helyzetben azt kellett nekik mondani, hogy sok sikert, mert valóban meg kellett érteni azt, hogy van ilyen lehetőség, akkor azt hagyj próbálja meg. A Mengolo, ő ősszel nagyon sokat tudott segíteni a csapatnak, viszont a tavaszi szezonban szinte mindig sérült volt. Amikor játszott, akkor sem mindig volt teljesen egészséges, illetve nem volt 100%-os állapotban, és a sok sérülése miatt igazából nem tudtuk kihasználni az ő képességeit is, ezért távozott. A Tisza TV-t nagyon sajnálom, hogy visszavonult, mert kevesebbet játszott ugyan, de az öltözőben nagyon sokat jelentett az ő személye. Igazolásoknál marad még egy picit. Várható-e még, hogy érkeznek a Lokihoz? Ugye legalábbis, ahogy én látom, azért a baloldali védőposzt az még mindig hiányposzt a Debrecennél. Lehet, hogy előre se ártana még valaki, főleg így, hogy a Tabakovics megsérült. Lesznek még változások a keretben? Elképzelhető, hogy lesznek még változások, igen. De semmi konkrétum még egyelőre? Még nem tudok mondani. De gondolom, hogy próbajátékosok lesznek, vannak is. Igen, próbajátékosok vannak jelen pillanatban is. Na akkor arról beszéljünk a folytatásban, hogy mit várhatunk ettől a szezontól. Ugye a felvezetőben azt is említettem, hogy a két újonc önmagában érdekes, az MTK ugye simán nyerte az MB2-t, ráadásul ahogy látom, ők már igazolnak is rendesen, tehát nyilván nem arra készülnek, hogy megint a kiesés ellen kelljen küzdeni. Ugyanakkor ott van a Kisvárda, akivel meg is ütköztünk, egy nagyon internacionális csapat Kondás Elemér vezetésével. Mire lehetnek ők jók, és mondjuk ebben az új bajnokságban a Lokinak hol lehet majd helye? Nehéz megmondani, hiszen minden csapatban volt fluktuáció, minden csapatban azért voltak igazolások, mentek, jöttek emberek, hol kevesebb, hol több labdarúgóval változott a keret. Én azt gondolom, hogy a bajnoki címért a két esélyes jelen pillanatban is, talán a Ferencváros és a Videóton, hogy abba bele tud-e szólni egy meglepetés csapat, ugye szokták mondani, hogy mindig van, hogy azt nem tudom, viszont őket követően nagyon nagy törekedés lesz, és nem lehet megmondani itt az erőviszonyokat. Tehát én azt gondolom, hogy az el kell tenni egy pár fordulónak, hogy az ott kikristályosodjon, hogy igazából kinek hol a helye. Természetesen mi is ott az elején lévő törekedésből szeretnénk kivenni a helyünket, hát szeretnénk természetesen a mezőny első fejbe végezni, de nagyon nehéz azt most megmondani. Tehát itt az újoncok is, az MTK amúgy is egy komoly játékerőt képviselt, magabiztosan nyerte meg az MB2-es bajnokságot. Komoly játékosokat igazoltak azért magyar szinten. A Kisvárda 10 külföldi labdarúgót igazolt, nem tudja senki, legalábbis a kisvárdaiakon kívül. Még lehet, hogy Kondás Elemér sem. Mire képesek, tehát igen. Azért mondom, nem lett. És azért a többi csapat a mezőkövest tavasszal nagyszerűen szerepelt, csak úgy, mint a haladás, és azért nem beszélve a Paksor, a Honvéd, a Puskás Akadémia, Újpest. Tehát itt nagyon nehéz megmondani, hogy hova várható a csapat. Hát mindent elkövetünk, nyilván nincs olyan csapat, aki ne úgy lépne pályára, hogy mindig nyerni akar, ezzel mi is így vagyunk, aztán hát bízom benne, hogy egyre többször sikerül. Akkor megint az várható, hogy két csapat küzd a bajnoki címért, az összes többi meg a kiesés ellen, de a bajnokság nagy részére az elmúlt szezonban ez volt a jellemző. Én most ez az én véleményem, most a papírformát nézzük, tehát a Ferencváros és a Videótonnak a lehetőségei azért sokkal nagyobbak, mint a többi gárdának, és azért nehéz megmondani, hogy a többi gárda esetleg ki milyen pozícióba fog tudni oda kerülni, illetve zárni a bajnokságot. Az, hogy a Lokinál azért ilyen tudatos építkezés van, ugye saját játékosokra támaszkodunk, megvan a Loki szíva, ahogy szokták mondani, ez lehet azért tényleg egy folyamat, egy sikeres folyamat. Mondjuk már én láttam olyat, hogy a Pakshoz hasonlították a Debrecent, ugye ott sem nagyon vannak változások, a mag már évek óta megvan, és ők azért elég stabilan benne is tudnak maradni ugye folyamatosan az NB1-ben, sőt inkább a dobogó felé kacsingatnak. Lehet ez a Debrecennel egy ilyen párhuzam? A Paksot úgy szokták emlegetni, ugye, hogy csak magyar labdarúgóik vannak.
A Debrecenben is sok a magyar labdarúgó, de inkább bennünket a sok saját nevés, helyi kötődésű labdarúgók miatt szoktak megemlíteni. Én azt gondolom, hogy azért, és nagyon bízom benne, hogy mi is inkább azért az elején fogunk végezni, és ott halkban leszünk ott a mezőny első felébe, viszont azt mindenképpen szeretnénk javítani a tavaszi hazai mérleget, mert az nagyon nem tetszett. Tehát aki szeret a csapatot, annak se, nekünk se tetszett, tehát azon mindenképpen javítanunk kell, és hát annak jobbnak kell lenni. Az mondjuk összefüggésbe hozható azzal talán, ami a Loki alapjátékává vált, ugye a stabil védekezésből a kontra, ezt idegenben lehetett játszani. Az pályán viszont sokszor kezdeményezni kellett, és pont ön mondta, hogy ott még nem tartunk, hogy dominálni tudjon a csapat. Nyilván dominálni mindig nehezebb, és a labda birtoklásunkkal mindig volt probléma, meg a passzainkkal, ezt sokszor kiemeltem, ugye még a párharcok mellett. Tehát ugye ezekbe javulnunk kell mindenképpen, és az, hogy valaki dominálni tudjon, azért nagyon fontos a pontos passzjáték. Hát én bízom benne, hogy ebbe azért fogunk javulni, meg hát mindenképpen azért az is probléma volt, hogy hazai pályán nagyon sokszor mi kerültünk hátrányba, és pszichésen tulajdonképpen előbb más, hogy megy ki az ember hazai pályán, nagyobb a duka, játékosokban jobban szeretnének megfelelni, hiszen itthon játszanak és tudják, hogy azért jönnek ki az emberek, hogy nekik szorítsanak és szeretik őket, és sokszor annyira begölcsönnek, mert nem szeretnének csalódást okozni, és valahol pont így nem sikerült sok mérkőzés, és akkor az elején még rájött az, hogy kaptunk egy gólt, hát az olyan gőcsös sértette, beremegnek a lábak, így van, és hát ezt mindenképpen el kell kerülni. Tehát sokkal koncentráltabban, határozottabban kell pályára lépni. A félszegen nem lehet játszani ezt a játékot, meg bátortalanul is. Igen, és most akármilyen összetételben játszik a csapat, ott férfi emberként kell kimenni, és nagyon határozottan keményen az első perctől kedve is, és nem lehet az, hogy mindig futni kell az eredmény után, mert az felőli az embert, és ebbe nagyon fontos, hogy javuljunk. Ha már az imént szóba kerültek a saját nevelési játékosok, idén is lesz olyan meccs, ahol 8-9 DVSC nevelés lesz majd a pályán egyszerre? Hogy állunk a fiatalokkal, az újabb berobbanó fiatalokkal? Hát meglátjuk. Tehát most azért, ugye, amit mondtam, hogy vannak igazolások is, meglátjuk, hogy még olyan fiatalok, akik esetleg nem kerültek eddig pályára, most lesz-e esélyük bekerülni. Most azt gondolom, hogy van egy debreceni mag, amire lehet építeni, és hozzájuk az új játékosokból. Nagyon bízom benne, hogy sikerül egy egységes szervezetten játszó csapatot kialakítani. Hát csak azért is, mert valahol ez már elvárás a szurkolóktól, hogy Varga Kevin tavaly berobbant, vagy éppen a Kusnyér Erik ugye a bajnokság végén, hogy vajon lesz-e folytatás? Lát fantáziát a mostani 17-18 évesekben? Vagy? Vannak köztük tehetséges labdarúgók, itt a felkészülési találkozókon azért egy páran már megmutatták magukat, meglátjuk, tehát most előre ilyenkor az ember nem tudja még, hogy alakul. Mi a helyzet a Varga Kevin Kusnyír párossal? Ők most már ott tartanak, hogy tényleg stabilan lehet rájuk számítani, és mondjuk főleg a 18-19 éves Kusnyír Eriknek továbbra is meghatározó szerepet szánt? Én azt gondolom, hogy ők bizonyították, hogy megállják a helyüket, nagyon jól beilleszkedtek a csapatnak a játékába, tehát most nem azt mondom, hogy alapból kezdő mind a két játékos, mert azt se szeretném, hogyha elkényelmesednének, de nyilván ott vannak abban a szűk keretbe. Itt a fiatal játékosok, ők érdekesek, mert van, aki például a Kevin meg a Kusnyér Erik például bizonyítja, hogy egyből berobbannak, egyből mindenféle fész, lámpaláz nélkül beilleszkednek a csapat játékába, és tudják játszani játékokat. Vannak, akiknek hosszabb idő kell, több mérkőzés kell, mert esetleg izgulékonyabb, jobban beremegnek a tét hatására. Tehát nem vagyunk egyformák, a játékosok sem egyformák, a Kevin meg az Erik nagyszerűen ért ez a lehetőséggel. Az a folyamat folytatódhat-e, hogy igyekszünk hazacsábítani a debreceni neveléseket? Ugye most Szécsi Márk megint erre példa. Én például egy szurkolói beszélgetésnél azt hallottam, hogy a Balog Norbi úgyse játszik Palermóba, miért nem hívjuk haza kölcsönbe legalább. Szerintem nem lenne egy rossz megoldás. Mindig, a klub mindig megpróbálja, tehát tavaly is próbálta. De nem engedik haza, nem engedi el a Palermo.
zárásként a kötelező kérdés, ugye kezdődik bajnokság kapcsán, akkor rögtön a felcsúti vendégszereplésről beszéljünk. Hát nem mondani egy ideális kezdésnek, gondolom, hogy valami könnyebb sorsolása azért beérte volna, nem éppen a felcsútra kell menni majd. Ott is ugye átalakulás van, új edző van, új impulzusok, jó keret, nem lesz egyszerű, gondolom. Igazából nem tudja az ember, hogy melyik ellenfél a kellemesebb, meg a kevésbé kellemesebb. Pont azért mondtam, hogy ismét a tavalyhoz hasonlóan egy nagyon kiegyenített bajnokságot várok. Tehát mindenkivel játszani kell itt a bajnokság folyamán. Most ugye felcsútra megyünk a Puskás Akadémiához, ahol volt egy kis fluktuáció ugye a játékos keretben, illetve a szakmai stáb teljesen megváltozott. Igazából nem lehet tudni, hogy most milyen játékfelfogásban, játékrendszerben, felállási formában fognak játszani. Tehát őket most úgy nem tudtuk ki feltérképezni, mint esetleg egy más gárdát. Próbáltuk, de ugye Szlovéniában voltak, tehát kevés információnk van. De viszont azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy a saját játékunkat minél jobban próbáljuk meg játszani, és próbáljunk jól focizni. Na hát akkor nagyon sok sikert kívánunk, ehhez köszönöm, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, ennyi fért a közügybe, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!